A közügyek vendége pedig Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, és Nagy Miklós, az Észak-Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok mindkettőjüknek. Akkor most az arabok megveszik, bérlik, sokféle információ kering a médiában, mi a pontos? Tehát a képviselőházban semmilyen nemzetközi egyezmény, semmiféle államközi megállapodás nem került ratifikálásra az elmúlt időszakban, és a képviselőházban semmilyen információ nem jutott el erről, hogy pontosan... Mármint hivatalos információ, mert hogy hallani hallottak róla, gondolom. Igen, hallani hallottunk, hiszen én személy szerint beszéltem is, ugye kormányalelnökkel kérdést intéztem felé, és akkor sem kaptam pontos válaszokat, hogy pontosan mire is készülnek, és hát most sem rendelkezünk teljes körű információkkal. Azt lehet elmondani, hogy mindenesetre problémás az és aggasztó az, hogy a kormány az tiltakozik és a termelők kizárásával hozta meg ezeket a döntéseket, hiszen emlékezzünk vissza, valamikor az ősz folyamán indult el ez a program, és akkor jelentették be, hogy majd valamit meg szeretnének kötni. Akkor volt egy bizonyos tiltakozás, akkor a termelők kérték azt, hogy találkozzanak a miniszterrel, akkor mi is kérdéseket intéztünk ott a képviselőházban a kormányhoz, és sajnos elég nagy titok övezte az, hogy mikor kerül sor erre megállapodásra. Akkor azt nyilatkozták, hogy majd bekapcsolnak mindenkit, a termelőket is ismertetni fogják a pontos részleteket, aztán elmondták, hogy a politikum is majd időben lesz informálva. Most meg egyszerre hirtelen ugye megkötöttek egy ilyen előszerződést, és hát ugye együttműködés az már biztos, hogy lesz. Az a kérdés csak, de ez így rendben van különben? Tehát mit a szerkesztőségben is sokat beszéltünk erről a témáról, és hát azért olyan furcsa, hogy egy miniszter elmegy, megköti a szerződést parlament hivatalosan, semmit nem tud közben, hát nem mondom, hogy fél vajdaságot, de hát 7 mezőgazdasági vállalat vajdaság területéről van a 8 közül, szóval ez így rendben van mind? Ez természetesen nincsen rendben, főleg akkor, hogyha minden rendben lenne, akkor úgy érzem, hogy biztos, hogy nem titkolóznának, hanem az információkkal már sokkal előbb előrukkoltak volna. Ezért nekünk az lesz a feladatunk az elkövetkező időszakban, hogy pontos válaszokat kapjunk a különböző kérdéseikre, és hogy tényleg teljes körülön átlássuk ezt a helyzetet, hogy pontosan mi is a szándékuk. Eladni termőföldet nem tud az állam, tehát ez nem lehetséges, amennyiben ilyenre sor kerül, ez törvénytelen, ez biztos. Külföldiek külön a 2002 óta a privatizáció során cégeket vásárolhatnak, külföldi cég vehet hazai céget, és hogyha a hazai cég rendelkezik mezőgazdasági területtel, akkor az a mezőgazdasági területen gazdálkodhat, de viszont itt a cég vásárlása történik meg, a termőföld megvásárlása, tehát tulajdonképpen de az úgy egybe. Akárhogy is fogalmazzuk azt meg, azért azon a földön végső soron csak is ők fognak gazdálkodni, azon a területen ők fognak gazdálkodni, és nem mindegy, hogy hány évre fognak ők gazdálkodni, és nem mindegy, hogy a lényeg, nem? Tulajdonuk de engedjük lesz ez a földterület. Ez csak az egyik része az egész szerződésnek, tehát itt van egy nagy ködösítés az egészben, mert arról volt szó ma délután, amikor ide kaptam meghívóst, megnéztem, és hogy fönt van a minisztériumnak a weboldalán, nincs még fönt, nem találtuk meg akkor se, de most is néztük, és még nem találtuk meg a szerződésnek a szövegét. Avval a résszel van gond, tehát az, hogy eladtak egy céget, az nem olyan túl nagy gond. A céget el lehet adni, pláne akkor, amikor már 2-3-szor gazdát cserélt, akkor eladják, akinek bírják. Arról a másik 16 ezer hektárról van szó, amelyeket állítólag bérbe fognak venni. Állami földeket, és nem licitáción, hanem a fix áron 250 euró per hektár értékét. De ez így lehet. Amennyit én tudok a licitációról. Ugye első körben ezek, mindig ezek azért tiltakoznak a gazdák. A cégeknél is licitációk voltak, amikor a magánosításra került sor, tehát 2001 után. Tehát ott voltak licitációk, stb. Más kérdés az, hogyha utána a privatizáció nem sikerült, több egyszerre sem, és hogy azokkal mit lehet csinálni, az biztos, hogy az állami földeknél, ami állami tulajdonban van, itt a licitációknál is csak az egy adott kataszteri községben élő mezőgazdasági termelő veheti bérbe ezt a területet, és itten első körben, akik ott élnek abban a kataszteri községben, és komoly licitációk vannak, tehát nem 250 euróért bérel valaki mezőgazdasági termőterületet hektáronként, hanem igenis 500-600, ahogy a bejátszásban is láttuk, 500-600 hektárt is fizetnek a termelők azért, hogy állami földet tudjanak bérbe venni, és hogyha a kormány ugye 250 euróért adott állami földet bérbe,
tehát és licitáció nélkül, akkor tulajdonképpen azt kommunikálja a mezőgazdasági termelők felé, hogy nem fontosak a kis és középgazdaságok, hanem még... De ezen túl, hogy mit kommunikál a kormány, mit kommunikál az állam ezen keresztül, ez a gyakorlati életben, a földművesek, a mezőgazdászok számára mit jelent? Tehát van egy bérlő, aki a töredékét fizeti annak, amit más fizeti, ugyanúgy használja tehát a földet. Ha azt nézzük, hogy a gazdáknak a helyzetét, abban a pillanatban azok, akik 250 fixáron megkapták per hektár a földnek a bérletét, azok előnyben vannak azzal képest, aki 500-at vagy 570 eurókat kifizet. És itt egy 16 ezer hektáros területről van szó, ami mondjuk Rejzenta község nagyságú, mert Rejzenta községben 16-18 ezer hektárnyi föld van, amelyik összesen megművelnek. Amennyiben ez a föld nem ami a földművességnek a kezébe kerül, azt jelenti, hogy ők ennél ezek a földek nélkül már nincs lehetőség bérelni, se nincs lehetőségük, akkor ezeket a földeket használni. Odaadtuk egy külföldinek fixáron, és akkor még van a szerződésnek állítólag egy olyan része, amik azt mondja, hogy 10 évig ez az ár garantált, és 10 év múlva fogják majd megnézni, hogy nem változtatnak rajta, de akkor is csak maximum 370 euróra. Jó, de lehetne erre például azt mondani, hogy jó, az itteni gazdák, azok megművelik a földet, kibérlik, megművelik, és ennyi, az arabok pedig befektetnek. Ne haragudjon, ez nagyon rossz hozzáállás. Az itteni gazdák is ugyanúgy befektetnek. Ők se tudnak annélkül megművelni földet, hogy ne fektetnének be. Az, hogy most ehhez a szerződéshez tartozik még, nem tudom, egy x millió eurós befektetés a locsolóberendezésekbe, az benne van, tehát bele lett téve, de ugyanezt a mi gazdáink is ugyanúgy megcsinálják. Ők se tudnak annélkül boldogulni. Ez az ő részükre is. Tehát a mostan, a jelen pillanatban ugyanakkor hozzáteszi azt a részt, hogy ha egyenrangon tudnának versenyezni, akkor nem tudnának, tehát a gazdák is elfogadnák ezt a helyzetet, hogy az arabok vagy bárki más rájuk licitált. De az, hogy valaki csak úgy a kormánytól megkapja ezeket a földeket, a mi gazdáink, akiket támogatnunk kellene, pedig hozzá se tudnak jutni, ez elfogadhatatlan, és nem is fogunk belenyugodni ebbe. Önök mit fognak tenni? Önhöz is ez a kérdés, és ezzel lesz vége. Tehát ugye az biztos, hogy most lesz a következő héten valamikor a mezőgazdasági támogatásokra és vidékfejlesztésre szóló törvénytervezetnek a vitája. Ennek kapcsán és különböző módosítási indítványok kapcsán a héten Pásztor Bálint frakcióvezető úrral lesz egy találkozunk a mezőgazdasági miniszterrel, és többek között ez a téma is mindenképpen napirenden fog szerepelni. Szeretnénk válaszokat kapni különböző kérdésekre. Én azt hiszem, hogy a mezőgazdasági termőföld ez egy óriási természeti kincs, sehol ma Európában csak úgy nem lehet termőföldet vásárolni. Abban is biztos vagyok, hogy ez a természeti kincs, ez 50, 100, 200 és 500 év múlva is ugyanilyen óriási természeti kincs lesz. Én azt hiszem, hogy nagyon meg kellene gondolni azt az államnak, amikor a külföldieket helyezi előtérbe a hazai befektető és a hazai kis- és középtermelőkkel ellentétben. Gazdaszervezeteknek, az ernyő szervezeti most egyeztetnek, és a napokon belül kiderül, hogy mennyire és milyen mértékben fogunk részt venni a bármilyen tiltakozásba is, de a parlamenti képviselő úron keresztül és a többi képviselőnkön keresztül is megpróbálunk odahatni, hogy ez a szerződés ne lépjen életbe. Vagy pedig, hogy a mi gazdáink is legalább ugyanilyen helyzetben legyenek, és ők is tudjanak ezekre földekre licitálni. Hát erre valamilyen esélyt ön politikus ismeri azokat, akik erről dönthetnek. Én azt hiszem, hogy a mezőgazdasági miniszter az nem nyilatkozott még ebben a kérdésben. Szeretnénk hallani, hogy mit gondol ő erről az egész együttműködésről, és amennyiben ugye a mezőgazdasági miniszter is vajdaság, én remélem az, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a kis- és középtermelők követeléseit azt előtérbe helyezze. Mindenre lehet megoldást találni, csak akarat kérdése. Gondolja, hogy a mezőgazdasági miniszter azt el fogja érni Mladyan Dinkicnél, hogy ez a pompázatos média kijelentés után a helyszíni tudósításokat követen azt mondja, hogy az egészből nem lesz semmi, vagy legalábbis így nem. Tehát az, hogy a külföldiek befektessenek, ez mindenképp fontos a hazai gazdaságnak is, és nekünk nincsen ellenünk a külföldi befektetőkkel szemben. Viszont azt meg kell nézni, hogy a termőföldjeink az egy egész más történet, és azt hiszem, hogy az, hogy öntöző rendszerekbe befektessenek a külföldiek, akár az
darabok, és mi mezőgazdasági termékekbe fizessünk, azt hiszem, hogy ebben nincsen semmilyen kivetni való dolog, de az, hogy használják a termőföldeket, az, hogy elvigyék innen a termékeket, illetve az, hogy a mi kistermelőink nem tudnak versenyképesek lenni velük, ez mindenképpen hatása lesz az itteni gazdákra, és azt hiszem, hogy ezt figyelembe kell venni, és meg kell vizsgálni a különböző részleteit ezeknek a törvényeknek. Folytatjuk majd a napokban akkor a témát. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm. Köszönjük.